nagy fakopáncsot, vagy más néven nagy tarkaharkályt tartok a kezemben. Ezen a videón Petrilláné Barta Enikő mutatja be a Tuzson János botanikus kert lakóit, köztük ezt a tarkaharkályt. A 2020-ban kitört pandémia idején ugyanis online kirándulásokat kezdtek szervezni a Pál Miklós erdei iskola erdőpedagógusai. A Nyíregyházán 2009 óta működő erdei iskola vezetőjét idén Madas László emlékéremmel tüntette ki az Országos Erdészeti Egyesület. Az érmet minden évben egy személy veheti át, meséli stábunknak az idei díjazott, aki gyermekként személyesen is találkozott a díj névadójával. Nekem volt szerencsém igaz, hogy még gimnazista kislány voltam, de élőben is találkozni Madas Lászlóval. Ő volt az első igazgatója a Pilisi Parkerdőnek, és ő volt az, aki a közjólétet, tehát a kirándulást, a turizmust az erdészettel össze tudta hangolni. Ott volt előző jurtatábor, Makovec tervezte az ottani erdészeti erdeiskolát, aki most már a Madas László erdeiskola nevet viseli, tehát átvették a igazgatójuknak a nevét. És én még ott annak idején gimnazista meg főiskoláskoromban még csoportokat vezettem ott a jurtatáborban. És akkor találkoztam Madas Lászlóval, és az ő halálának a 10. évfordulójára alapították ezt a díjat. A Pál Miklós erdei iskolát évente közel 5-6 ezren látogatják, ezért Petrilláné Barta Enikő úgy véli, bár személy szerint ő kapta a díjat, és ő tűzheti ki a kitűzőt, valójában az egész erdészetet illeti az elismerés. Az erdei iskola küldetése Enikő szerint, hogy a fiatalok számára közelebb hozzák a természetet. Több mint 20 nagy témában fogadnak csoportokat a tanösvénytúráktól a madárgyűrűzésig. Én azt mondom, hogy egyszerűen hozzuk közelebb végre őket megint a természethez, mert onnan indultunk ki, de a mai gyerek az már csodálkozik, hogyha kakas kukorékolni hal, mert már is egy érzékenyítés, hogy már egyszerűen megsimogathat egy tollas jószágot. Igen, tehát ebből a digitális világból valahogy visszarágatni őket a valóságba, mert megdöbbentő. Tehát amikor én például madárgyűrűzésnél megsimogatja, elengedjük a madarat, és utólag így a kisoldás így felezt, hogy ez valódi volt. Tehát látja, hogy mozog, megsimogatta, és még mindig nem hiszi el, hogy ez élő. Amikor ide bejönnek a terembe, és mindig azzal kezdem, hogy gyerekek, itt erdészeten vagyunk, itt ami fának tűnik, az fából van, ami állatnak tűnik, az valóban egyszer élt egy állat, nem mi öltük meg, de hát amikor elpusztult, akkor ki lehetett tömni. És itt a szarvasagon sem műanyagból van, hanem csontból. Tehát nekik már ez is furcsa, hogy nem művilágban vannak, és itt mindenre rácsodálkoznak, a legapróbb dolgokra is, mert ha már ott tartunk, hogy igen, hogy az valódi, az egy különleges dolog. És sajnos volt olyan gyerekem, aki gumikesztyűvel egyszer elhozhat, és még a Covid előtt gumikesztyűvel jut az erdőbe, amikor megmondta, hogy csak úgy juhat dolgokhoz, hogyha gumikesztyű van a kezén. Itt tartunk. Ez pedig már az erdő kulisszatitkainak egyike, így néz ki egy harkály által vájt odú, ha szétnyitjuk a fatörzset, mutatja nekünk Enikő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a madár odút sokan összekeverik a madáretetővel. Tudnunk kell azt, hogy ez odú, tehát ez a gyerekszoba, ebben nevelődnek fel a fiókák. Gyerekeknek is mindig el kell mondani, mert még a szülők sem tudják, hogy mi az etető, meg az odú közti különbség. Tehát ebben nem dugdosunk szalonnabőrkét, nem rakunk bele napraforgó magot, mert itt nem étkeznek a madarak, hanem tavasztól őszig fészkelnek, ősztől tavaszig pedig éjszakázó helynek használják. Tehát ez a hálószoba és a gyerekszoba. Ez a konyha, tehát az etető az, amiben aztán csak szigorúan télen, tehát nyáron nem etetünk madarat, mert akkor keresse meg a pajót, meg tisztítsa a gyümölcsösünket a rovaroktól, meg egyébként is a fiókáknak fehérjére van szükség a felnevelődéshez, és nem a olajban gazdag napraforgó magra. A környezeti nevelésben nyújtott kiemelkedő munkájáért a Madas László emlékérmet az Országos Erdészeti Egyesület Gödöllőn a 152. vándorgyűlésen adta át a szakembernek.